Tizedik fejezet. A szövetség felbomlik. Aragorn a csónakokat a jobb oldali folyóákba vezette. Itt, a nyugati parton, a Tolbrandir árnyékában, az Amonhen lábánál zöld rét lejtett a vízre. Azon túl szökött fel, egyelőre szelíden, az erdő borított a hegyoldal. És az erdő a tó elkanyarodó partján messzire elhúzódott nyugat felé. Egy patak csörgedezett szelíden lefelé, s táplálta a füvet. Ma éjszaka, itt pihenünk meg, mondta Aragorn. Ez Parthgalan rétje. A régi időkben, nyáron gyönyörű hely volt. Kihúzták csónakjaikat a partgyepére, s mellettük tábort vertek. Őrt is állítottak. De nyomát sem látták, hangját sem hallották ellenségnek. Ha Gollamnak történetesen sikerült is a nyomukban maradnia, nem látták, nem hallották. Már majdnem hajnalra járt, mikor Aragornt mégiscsak elfogta a nyugtalanság. Álmában dobálta magát. Hajnaltájt föl is kelt, s odament Frodóhoz, mert épp a hobbitra esett az őrség sora. Miért keltél fel? Kérdezte Frodó. Most nem te következel. Tudom, felelte Aragorn. De álmomban rám ült valami fenyegető árnyék. Jó lenne, ha kardot húznál. Miért? Kérdezte Frodó. Ellenség ólálkodik a közelünkben. Hogy lássuk, mit mutat a fullánk, felelt Aragorn. Frodó kihúzta a tünde pengét a hüvelyéből. Szomorúan észlelte, hogy a kard éle halványan csillog. Orkok, mondta. De úgy látszik, messze. Vagy legalábbis nem túl közel. Tartottam tőle, mondta Aragorn. Lehet, hogy nem is a folyónak ezen a partján. A fullánk fénye halvány, és ez talán csak arra mutat, hogy Mória kémei ott csatangolnak valahol az Amon Lau oldalában. Mert olyat még soha nem hallottam, hogy az Amonhenre orkok tették volna a lábukat. De akkor is. Ki tudja, mi minden történik a gonosz időkben most, hogy Minas Tirith nem tartja szilárdan kézben az Anduin átkelő helyeit. Ugyancsak óvatosnak kell lennünk holnap. Tűzzel, füsttel köszöntött be a nap. Messze keleten fekete füstfelhők szálltak az égre, mintha arrafelé hatalmas tüzek égnének. A felkelő nap halványvörös lángja alulról világította meg őket. De hamarosan föléjük hágott a tiszta égbolton. A Tolbrandir csúcsa aranyszínben fénylett. Frodo elnézett keletre. Bámulta a magas szigethegyet. Oldala csupaszon szökött ki a vízből. A parti sziklák fölött a meredek oldalban fák kapaszkodtak egymás hegyén hátán. Fölöttük újra a megközelíthetetlen, szürke sziklafal. Fenn a hegyes sziklacsúcs koronája. Körülötte sok-sok madár, de más élőlényt nem látni sehol. Mikor megreggeliztek, Aragorn magához szólította a társaságot. Eljött végre a nap, mondta, a döntés oly rég halogatott napja. Mi történjék a társasággal, amely közös erővel ilyen messzire eljutott? Forduljunk nyugatra Boromirral, és kapcsolódjunk be Gondor háborújába? Vagy forduljunk keletre, a félelem és sötétség felé? Vagy bontsuk fel a szövetséget, s ki erre, ki arra menjen? De tegyünk akármit, hamar kell tennünk. Itt sokáig nem időzhetünk. Tudjuk, az ellenség ott van a keleti parton. Sőt, attól félek, az orkok már átkeltek az innenső partra. Hosszan hallgattak. Nem moccant, nem szólt senki. Nos, Frodo, mondta végül Aragorn, attól félek, a te válladon van a döntés terhe. A tanács téged jelölt ki gyűrű hordozónak. A te utadat neked kell megválasztanod, s egymagadnak. Én még csak tanácsot sem adhatok. Én nem vagyok Gandalf. És bár igyekeztem átvenni az ő szerepét, fogalmam sincs, hogy erre az órára mit tervezett. Ha ugyan tervezett valamit. És hogy mi volt az, amiben reménykedett? Nagyon valószínű, hogyha ő itt lenne velünk, a döntés akkor is te rád várna. Ez a sorsod. Frodo nem felelt rögtön. Majd lassan megszólalt. Én tudom, hogy sietős a dolog, de akkor sem tudok egyszerre dönteni. Nyomaszt a döntés súlya. Adj még egy órát, de addig hagyjatok magamra. Aragorn szánakozó jó indulattal nézte. Jól van, drogó fia Frodo, mondta. Kapsz egy órát, s maradj magadra. Mi itt várunk rád egy darabig, de csak annyira kóborolj el, hogy ha kiáltasz, meghalhassuk. Frodo egy pillanatig még ülve maradt. Leszegett fejjel.
Samu, aki aggódva figyelte a gazdáját, megrázta a fejét, s úgy dünnyögte. Hát ez csak világos, mint a kétszer kettő. De jobb, ha te, Csavardi Samu, befogod a szádat. Aztán Frodo fölállt és elment. És Samu látta, hogy míg a többiek megfékezték magukat és nem néztek utána, Boromir szeme élesen figyelte Frodót, amíg el nem tűnt a szemük elől az erdőben, az Amonhen lábánál. Frodo kezdetben csak kóborol céltalanul az erdőben. Aztán azon vette észre magát, hogy a lába önkéntelenül fölfelé viszi a hegylejtőjén. Egy ösvényre bukkant. Egy régi-régi út mind jobban semmivé váló maradékára. A meredek helyeken lépcsőfokokat vágtak a kőbe, de ezek megrepedeztek, elkoptak már. Szétrepesztették őket a fák gyökerei. Mászott egy darabig, nem érdekelte merre megy, amíg csak egy füves tisztásra nem ért. Körül berkenyen nőtt, s a közepén egy jókora lapos kő hevert. A kis hegyi rét keletre nézett, s most a korai napfényben fürdött. Frodo megállt, s a mélyen alatta hömpölygő folyó felett átnézett a Tolbrandirra, s a madarakra, amelyek közte és a láb nem tapott a sziget között keringtek a széláramban. A Raurosz méltóságos robaja mély hangú, lüktető dübörgéssel keveredett. Leült egy kőre, tenyerébe hajtotta az állát. Szeme keletre nézett, de látni alig látott valamit. Átfutott az agyán minden, ami azóta történt, hogy Bilbo eljött a megyéből. S felidézte, végig gondolta Gandalf valamennyi szavát, amire emlékezett. Telt az idő, de a döntéshez semmivel sem jutott közelebb. Egyszerre fölriadt. Az a furcsa érzése támadt, hogy hátulról barátságtalanul figyelik. Fölpattant és megfordult. De meglepetésére nem volt ott más, csak a nyájasan mosolygó Boromir. Féltettelek, Frodo, mondta, és közelebb lépett. Ha Aragornnak igaza van, és a közelben orkok ólálkodnak, egyikünknek se volna szabad egyedül elkóborolnia. Legkevésbé meg éppen neked. Rajtad annyi minden áll. És a szívem is nehéz. Megengeded, hogy itt maradjak, és beszélgessünk most, hogy végre megtaláltalak? Azt talán megnyugtatna. Ahol sokan vannak, ott sok a beszéd. És a sok beszédnek sok az alja. És minden vége láthatatlan vitába torkol. De mi ketten talán okosabbak leszünk. Kedves vagy, mondta Frodo, de nem hiszem, hogy a szó segítségemre lenne. Hiszen tudom, hogy mit kell tennem, csak épp megtenni félek. Úgy van, Boromir. Félek. Boromir hallgatott. A Raurosz csak bömbölt a messzeségben. Az ágak köz szél neszezett. Frodo megborzongott. Boromir váratlanul odajött, s leült melléje. Biztos vagy benne, hogy nem szenvedsz fölöslegesen? Kérdezte. Én segíteni szeretnék neked. Tanácsra szorulsz e nehéz választás előtt. És ugyan miért ne az én tanácsomat fogadnád meg? Azt hiszem, tudom, hogy mit tanácsolsz, Boromir, mondta Frodo. És ha nem szólna ellene a szívem, talán bölcs tanácsnak vélném. Ellene szól? Mi ellen? Kérdezte élesen Boromir. A késlekedés ellen. Az ellen, ami a könnyebbik útnak látszik. Az ellen, hogy letegyem a terhet, ami a vállamon van. Az ellen, igen. Az ellen, hogy megbízzam az erőben és az emberek hűségében. Pedig épp ez az erő védelmezett titeket jó ideig abban a ti kis távoli országotokban. Még ha nem is tudtatok róla. Nem vonom kétségbe a néped vitéségét. De a világ változik. Minas Tirith falai talán erősek, de semmi esetre sem elég erősek. S mi lesz, ha ledőlnek? Akkor csatában esünk el, vitézül! De van még rá remény, hogy ne dőljenek le! Amíg a gyűrű létezik, nincsen, mondta Frodo. Ó, a gyűrű, mondta Boromir, és megvillant a szeme. A gyűrű! Hát nem a sors tréfája, hogy ennyit kell szenvednünk, ennyi félelmet, kétséget kiállunk egy ilyen semmi kis jószág miatt? Mert semmi kis jószág! Én csak egy pillanatra láttam ott Elrond házában. Megnézhetném! Frodo föltekintett. Szíve egyszerre hideget érzett. Észrevette a furcsa fény Boromir szemében, bár arca most is nyájas volt és barátságos. Jobb, ha rejtve marad, mondta. Ahogy kívánod, nekem mindegy, mondta Boromir. De beszélnem csak szabad róla. Mert nektek, mintha örökké az járna az eszetekben, hogy mekkora hatalmat jelentene az ellenség kezében. Mindig csak az, hogy rosszra használják. De hogy jóra is lehet, az soha. Azt mondod, változik a világ. Minas Tirith elbukik, ha a gyűrű megmarad.
De miért? Igen, ha a gyűrű az ellenség kezébe kerül. De ha velünk van, akkor miért? Talán nem voltál ott a tanácsom, felelt Frodo. Mert mi nem vehetjük hasznát. És amit általa teszünk, az rosszra fordul. Boromir fölállt, s nyugtalanul járkált föl alá. Szóval te is ezt hajtogatod, kiáltotta. Mint Gandalf, Elrond. Ezt jól a szádba rágták. A maguk szempontjából talán igazuk van. Ezek a tündék, féltündék és mágusok, ezek biztos, hogy gyászos véget érnek. De nem egyszer jutott eszembe, hogy talán nem is olyan bölcsek. Inkább csak gyávák. Mind a maga módján. Az igaz szívű embereket azonban nem lehet megrontani. Mi, Minas Tirithben hosszú esztendők megpróbáltatásai közt álltuk keményen a sarat. Mi nem vágyunk varázsló urak hatalmára, csak erőre, hogy megvédhessük magunkat. Erőre, a jó ügy érdekében. És íme! Szorongatott helyzetünkben a véletlen elénkbe hozta a hatalom gyűrűjének fényét. Ez ajándék, én azt mondom. Mordor ellenfelének szánt ajándék. Őrültség, ha nem vesszük hasznát. Őrültség, ha nem fordítjuk az ellenség ellen tulajdonhatalmát. Mi az, amit egy harcos, egy nagy vezető ebben a helyzetben meg ne tehetne? Mi az, amit Aragorn meg ne tehetne? Vagy, ha ő nemet mond, miért ne tehetné meg Boromir? A gyűrű fölruházza a hadvezéri hatalommal. Elkergethetném Mordor hordáit, és minden ember az én zászlóm alá sereglene. Boromir föl alá rohangált, és egyre hangosabb volt a szava. Frodóról szinte meg is feledkezett, miközben egyre falakat, fegyvereket, mustrát emlegetett. Nagy szövetségek terveit szövegette, és dicsőséges győzelmekét. Hogy megdönti Mordort, és belőle válik hatalmas király, bölcs és jóindulatú. Egyszerre elhallgatott, és égnek emelte a karját. És ők még azt mondják, hogy vessük el magunktól, kiáltotta. Arról nem is szólva, hogy pusztítsuk el! És ez még rendjén is lenne, ha a józanész bármi reményt nyújtana, hogy ez sikerülhet. De nem fog. Más terveket képtelenek kiagyalni, mint hogy egy félszerzett sétáljon be vakon Mordorba, és így nyújtson alkalmat az ellenségnek, hogy azt megkaparintsa. Ostobaság! Ez bizonyára te is belátod, barátom, mondta, s váratlanul Frodóhoz fordult. Azt mondod, félsz. Ha igen, ezt a legbátrabb is megbocsátja neked. De vajon nem-e a józan eszed tiltakozik? Nem. Félek, mondta Frodo. Egyszerűen csak félek. De örülök, hogy ezt mind elmondtad. Mert most már tisztábban látok. Tehát eljössz Minas Tirithbe? Kiáltotta Boromir. Arca lelkes volt, a szeme csillogott. Félreértesz, mondta Frodo. De hát csak eljössz, egy kis időre, makacskodott Boromir. Az én városom nincsen messze innét. S onnét Mordor is közelebb van. Oly soká voltunk a vadonban. És mielőtt útnak indulnál, hírt kell venned róla, hogy az ellenség miben mesterkedik. Tarts velem, Frodo, mondta. Pihenned is kell, mielőtt a kalandos vállalkozásnak nekivágsz. Kezét barátságosan a hobbit vállára tette. De Frodo érezte, hogy reszket az elfojtott izgalomtól. Gyorsan ellépett előle, s riadtan nézett a szálas emberre, aki legalább kétszer olyan magas volt, mint ő, és sokkal erősebb. Miért vagy ilyen barátságtalan? Kérdezte Boromir. Én igaz ember vagyok, nem tolvaj, és nem úton álló. A gyűrűt kell nekem, ezt már tudod. De szavamat adom rá, hogy nem tartom meg. Legalább azt engedd meg, hogy a tervemmel próbát tegyek. Add kölcsön a gyűrűt. Nem, nem, kiáltotta Frodo. A tanács én rám bízta. A magunk ostobasága lesz az oka, ha az ellenség legyőz minket, kiáltotta Boromir. Kétségbeejtő, te bolond, makacs bolond! Szándékosan rohansz a halálodba, és romlást hozol mindannyiunkra. Ha a gyűrűre bárki halandónak joga van, akkor Númenor embere az, és nem egy félszerzet. Az nem a tiéd. Szerencsétlen véletlen csak, hogy épp hozzád került. Ugyanúgy nálam is lehetne. És engem illet. Add ide! Frodo nem felelt, csak hátrált, amíg a nagy, lapos kő ott nem állt kettőjük között. Gyere csak, gyere, barátom, mondta kellemkedőbb hangon Boromir. Miért ne szabadulnál tőle? Miért ne dobnád el a félelmedet és a kétségeidet? Ha akarod, okolj engem. Nyugodtan mondhatod bárkinek, hogy túlságosan erős voltam, és erőszakkal vettem el tőled. Mert sokkal erősebb vagyok, mint te, félszerzet, kiáltotta. Fölszökkent a kőre, és Frodóra vetette magát.
Becsületes és kellemes arca csúful megváltozott. Szemében vad tűz izzott. Frodo félreugrott, és megint a kő mögött keresett menedéket. Csak egy dolgot tehetett. Reszketve kihúzta a gyűrűt a láncán, sietve az ujjára húzta, épp mikor Boromir újra neki akart ugrani. Az ember levegő után kapott, egy pillanatig döbbenten bámulta. Majd vadul elrohant, ide-oda cikázva a fák és a sziklák között. Nyomorult célhámos! Üvöltötte. Csak kerülj a kezem közé! Majd ellátom én a bajodat! Elviszed a gyűrű Sauronnak, és eladt valamennyiünket! Csak az alkalomra vártál, hogy cserben hagyj! Légy átkozott! Halál és sötétség rád, meg minden félszerzetre! Megbotlott egy kőben, és hasra esett. Egy darabig meg sem moccant, mintha a tulajdon átkafogott volna rajta. Majd sírva fakadt. Fölállt, megdörgölte a szemét, hogy a könnyeitől szabaduljon. Jaj, mit mondtam? Kiáltotta. Frodo! Frodo! Gyere vissza! Erőt vett rajtam az őrület, de már vége! Gyere vissza! Válasz semmi. Frodo még csak nem is hallotta a kiáltását. Már messzire járt, vakon szökkent ösvényről ösvényre és a hegytetőre. Rázta a rémület és a kétségbeesés. Gondolatban ott látta maga előtt Boromir vad képét és égő szemét. Rövidesen fölért, egyedül Amonhen csúcsára. Ott zihálva megpihent. A ködben nagy, sík, óriási kőlapokkal kirakott kört látott. Körülötte szétmálló bástyafalat. És középen négy faragott oszlopon magas trónszéket, amelyhez meredek lépcsősor vezetett föl. Felment. Beült az ősi székbe, s úgy érezte magát, mint egy elveszett gyerek, aki fölmászik a hegyi királyok trónusára. Kezdetben alig látott valamit. Mintha valami ködös világ vette volna körül, amelyben csak árnyakat lát. Az ujján volt a gyűrű. Aztán itt, ott felszállt a köd, s neki látomásai támadtak. Élesen látott mindent, s kicsinek, mintha ott állna előtte az asztalon, de mégis távol. Hang semmi, csak a csillogó, eleven képek. Mintha a világ egyszerre összezsugorodott, és elnémult volna. Ott ült a látás székén, Amonhenen, a Númenori emberek szemének hegyén. Keletre nézett, és föltérképezetlen földeket látott. Névtelen síkságokat, földerítetlen erdőségeket. Északra nézett, és ott kanyargott alatta a nagy folyó, mint egy szalag, és a köthegység kicsinek látszott, s keménynek, mint egy kitöredezett fogsor. Nyugatra nézett, s rohan tágas lejtőit látta. Meg Orthancot, vasudvar tornyát, amely fekete láncsoként nyúlt a magasba. Délre nézett, és közvetlenül a lábánál a nagy folyó írt le, majdhogy nem önmagába visszatérő hurkot, és zúdult a Raurosz gőzölgő katlanába, ahol a vízesés páraja fölött szivárvány csillogott. És látta az Ethir Anduint, a folyó roppant delta vidékét, a napfényben porfelhőként keringő madarak miriádját, és alattuk a zöld ezüst tengert, a hullámok egymást követő végtelen vonalait. De akárhová nézett, szeme mindenütt a háború jeleibe ütközött. A köthegység bosgott, mint a hangyaboly. Orkok másztak elő ezernyi odúból. A Bakacsin erdő ágai alatt gyilkos küzdelem folyt a tündék, emberek és a rájuk rontó bestiák közt. A Beorningok földje lángokban állt. Móriát felhő borította. Lórien határa csupa füst. Rohan legelőin lovasok vágtattak. Vasudvard ontotta a farkasokat. Hadihajók vitorláztak ki Harad öbleiből. Keletről emberek végtelen sora közeledett. Kardos, lándzsás, íjas katonák lóháton. Törzsfők hadiszekerei és megrakott málházszekerek. A sötétség urának minden ereje mozgásban volt. Majd délre fordult, s Minas Tirithet látta. Távolinak látszott, és gyönyörűnek. Falaival, számtalan tornyával, büszkén és bátran a hegytetőn. Várfalain acél csillogott, bástyai lobogóktól tarkálottak. Remény szökkent a szívébe. De Minas Tirithel szemben egy másik vár állt. Még annál is nagyobb és erősebb. Szinte akarata ellenére költözött tovább a tekintete kelet felé. El Osgiliathrom hídjai fölött, Minas Morgul tátongó kapui és a végzett hegye fölött eljutott a mordori Gorgorothig, a rettegés völgyéig. A völgyet hiába sütötte a nap, megült a sötétség. A végzett hegye égett, szállt róla a füst. Majd a szeme végleg megállapodott. Fal hátán, bástya hátán, fekete, mérhetetlenül erős fashegy. Acélkapuk,
Gyémántorony. Barad-dúrt látta, Sauron várát, és elhagyta minden remény. Ekkor hirtelen megérezte a szemet. A sötét toronyban egy álmot nem ismerő szem lakott. Tudta, észrevette, amint ő itt bámészkodik. Egyetlen áldáz és mohó akarat volt. Feléje szökkent. Úgy érezte, mintha egy új igyekeznék a hollétét kitapintani. Mindjárt rászegeződik, és pontosan tudja, hol van. Már Amon Laot érintette. Átsiklott Tol Brandirra. És ekkor levetette magát a trónról. Összekucorodott, fejére húzta a szürke csukját. Hallotta a tulajdon hangját. Azt kiabálta. Soha! Soha! Vagy netán azt. Jövök már! Igazán jövök már! Maga sem tudta. Majd mintha egy másfajta hatalom nyomult volna az agyába. Egy más gondolattal. Húzd le az ujjadról! Húzd le! Te őrült! Húzzad már! Húzd le a gyűrűt! A két erő egymásnak feszült. Egy pillanatra teljesen tehetetlenné vált a kettő beléje hatoló hegye közt. Csak vonaglott elkínzottan. Majd váratlanul magához tért. Frodo lett megint, s nem volt sem hang, sem szem. Szabadon dönthetett. Volt még egy maradék pillanata, hogy döntsön. Lerántotta a gyűrűt. Ott térdelt a ragyogó napsütésben a magas trónus előtt. És mintha sötét árny söpört volna végig a feje fölött, mint egy kéz. Amon Hent nem érintette. Tovább tapogatózott nyugat felé, elhalványult. Az égbolt megint makulátlanul kék volt, és mindenfán madarak énekeltek. Frodo talpra állt. Nagy-nagy fáradtságot érzett, de akarata szilárd volt, és a szíve könnyebb. Fennhangon mondta ki, önmagának. Megteszem, amit meg kell tennem. Ez legalább világos. A gyűrű gonossága már közöttünk is hat, és addig kell itt hagynom őket, amíg nagyobb kárt nem tesz. Egyedül kell elindulnom. Némelyikükben nem bízhatom meg, és akikben megbízom, azok nagyon kedvesek nekem. Szegény öreg Samu, meg Trufa és Pipin. Vándor is az. De az ő szíve Minas Tirithbe vágyik, és ott szükség van rá most, hogy Boromir belbukott a gonoszságba. Egyedül megyek el. Most. Azonnal. Sietve elindult visszafelé az ösvény a tisztásra, ahol Boromir rálelt. Ott megállt és hallgatózott. Mint a hangokat, kiáltozást hallott volna odalentről, a part felől. Engem keresnek, mondta. Vajon mióta vagyok távol? Gondolom, órák óta. Habozott. Most mit csináljak? Dünnyögte. El kell mennem azonnal, különben sose fogok. Még egy ilyen alkalom nem lesz. Utálom itt hagyni őket, ráadásul így, egy szó magyarázat nélkül. De majd csak megértik. Samu feltétlenül. És ugyan mi más tehetnék? Lassan kihúzta az inge alól a gyűrűt, hogy megint az ujjára húzza. Eltűnt. Láthatatlanul ment le a hegyről, még a szélnél is nesztelenebbül. A többiek jó darabig vártak rá a folyóparton. Egy ideig némán, nyugtalanul tettek-vettek. De most már letelepedtek körben, és úgy fűzték a szót. Néha-néha megpróbáltak másról beszélni. Az útjukról, kalandjaikról. Aragornt faggatták Gondor és az ország ősi történelme felől, vagy a birodalom hatalmas műveiről, amelyek még mindig ott láthatók Emin Muil különös határvidékén. A kőkirályokról, Lau és Hent trónusairól. És a nagy lépcsőről, Rauros vízesése mellett. De gondolataik és szavaik újra meg újra Frodóra és a gyűrűre tévedtek vissza. Vajon Frodó majd hogyan dönt? És miért habozik ennyit? Azt hiszem, azon töri a fejét, hogy a kettő közül melyik útvonal a végzetesebb, mondta Aragorn. És ehhez joga van. Mert most még annyi reményünk sincs rá, mint valaha, hogy a társaság meg tudja tenni a keletre vezető utat most, hogy Gollum a nyomunkra akadt. És attól kell tartanunk, hogy utunk titkára fény derült. De Minas Tirith sincs közelebb a tűzhöz, amely a gyűrűt elpusztítja. Esetleg ott maradhatunk egy darabig, és bátran helytállhatunk. Ám hiába van akárhány embere Denethor úrnak, semmi reménye rá, hogy sikerüljön, ami még Elrond hatalmát is meghaladta. Hogy a gyűrű ott létét titokban tartsa. Vagy hogy az ellenséget, ha az teljes erővel támad, föltartóztassa. Vajon mi, Frodo helyében, melyik utat választanánk? Én nem tudom.
Most aztán igazán hiányzik Gandalf. Szomorú a mi veszteségünk, mondta Legolasz. De akkor is határoznunk kell, a segítsége nélkül. Miért ne dönthetnénk mi, hogy ezzel is segítsük Frodót? Hívjuk vissza, és szavazzunk. Én Minas Tirithre szavazok. Én is, mondta Gimli. De minket ugye azzal küldtek el, hogy segítsük az úton a gyűrű hordozót. De csak addig menjünk el, ameddig mi akarunk. És egyikünket sem köti sem eskü, sem parancs, hogy a végzett hegyét megkeresse. Nagyon nehéz volt megvárnom ott Lórientől. Mégis eljöttem idáig, s most amondó vagyok. Eljutottunk az utolsó válaszúthoz. S világos előttem, hogy Frodót nem hagyhatom cserben. Én Minas Tirithet választanám, de ha ő nem, én vele tartok. Mint ahogy én is, mondta Legolasz. Hűtlenség volna most búcsút venni tőle. Ha mind ott hagynánk, egyenest árulás lenne, mondta Aragorn. De ha keletre indul, nem kell mindannyiunknak vele mennünk. Sőt, én szerintem nem is szabad. Ez kétségbe esett vállalkozás. Nyolcunknak épp úgy, mint háromnak, vagy neki magának. Ha megengeditek, hogy én válasszak, én hármunkat jelölném ki mellé útitársul. Samut, aki túl sem élné, ha nem. Gimlit, és jó magamat. Boromir térjen vissza a városába, ahol apjának és a népének nagy szüksége van rá. És tartsanak vele a többiek is. Vagy legalábbis Trufa és Pipin, ha legalább nem hajlandó búcsút venni tőlünk. Ez nem megy, kiáltotta Trufa. Mi Frodót nem hagyhatjuk el. Pipin meg én már annak idején elhatároztuk, hogy ahova ő megy, oda megyünk mi is. Emellett ma is kitartunk. De akkor még nem tudtuk, hogy ez mit jelent. Ott, messze, a megyében, vagy Völgyzugolyban valahogy másként festett a dolog. Őrültség és kegyetlenség lenne, ha hagynánk, hogy Frodo Mordorba menjen. Miért ne tarthatnánk vissza? Itt kell tartanunk, mondta Pipin. És biztos, hogy neki is ez jár az eszében. Tudja, hogy mi nem helyeseljük, ha ő keletre indul. Szegénynek nem akaródik senkit megkérnie, hogy tartson vele. De képzeljétek el, nekivágni Mordornak, csak úgy, egyedül. Pipin megborzongott. A drága, bolondos öreg hobbit azt azért tudhatná, hogy nem kell kérnie senkit. Azt tudhatná, hogy ha nem tarthatjuk vissza, nem hagyjuk cserben. Már megbocsássatok, mondta Samu. Én azt hiszem, ti egyáltalán nem ismeritek a gazdámat. Ő egy pillanatig nem habozik, hogy merre menjen. De mennyire, hogy nem? Mert mi értelme Minas Tirithbe menni? Az ő számára, úgy értem. Bocsáss meg, Boromir uram, tette hozzá, s megfordult. Ekkor vette észre, hogy Boromir, aki kezdetben hallgatagon ült a kör szélén, most nincs ott. Ugyan hová mehetett? Kiáltott fel Samu, s látszott rajta, hogy aggódik. Az utóbbi időben szerintem egy kicsit, mintha furcsán viselkednék. De hát ő ebben úgy sincs benne. Az ő útja hazafelé vezet, mint ahogy mindig is mondta. És ezért senki sem hibáztatja. De Frodo úr tudja, hogy neki a végzett katlant kell megtalálnia. Csak hogy ő fél. Úgy ám, fél. Más baja nincsen. Persze tanult egyet mást, mint ahogy mindannyian, hogy úgy mondjam, mióta úton vagyunk. Különben már úgy az inába szállt volna a bátorsága, hogy fogná és belehajítaná a gyűrűt a folyóba, aztán uzsgyi. De nekivágni akkor is fél. És nem miattunk fáj a feje, hogy vele tartunk-e, vagy sem. Tudja jól, hogy vele. Más itt a bibi. Az, hogy úgy fölcukkolja magát, hogy egyedül akar menni. Ezt jól jegyezzétek meg. Nehéz dolgunk lesz vele, ha visszajön. Mert ne legyen csavardi a nevem, ha föl nem cukkolja magát. Azt hiszem, Samu, bölcsebben beszélsz, mint bármelyikünk, mondta Aragorn. De mit tegyünk, ha kiderül, hogy igazad van? Tartsuk vissza! Ne engedjük el! Kiáltotta Pipin. Nem tudom, mondta Aragorn. Ő a gyűrű hordozó. Tőle függ a gyűrű sorsa. Nem hiszem, hogy jogunk van erre vagy arra az útra téríteni. Mint ahogy azt sem hiszem, hogy sikerülne, ha megpróbálnánk. Itt sokkal nagyobb erők hatnak. Nos, akkor is szeretném, ha Frodo már fölcukkolná magát és visszajönne, hogy essünk túl a dolgon, mondta Pipin. Mert szörnyű ez a várakozás. Már nagyon ideje, nem? Nagyon, mondta Aragorn. Az egy óra már régen letelt. Mindjárt dél. Muszáj megkeresnünk. Ekkor bukkant fel Boromir. Az erdőből lépett ki, szótlanul közeledett. Arca komor volt és szomorú.
Megállt, mintha azt számlálná, hányan vannak. Majd szórakozottan leült, leszegett fejjel. Merre jártál, Boromir? Kérdezte Aragorn. Nem láttad Frodót? Boromir egy pillanatig habozott. Igenis, meg nem is, felelt megfontoltan. Igen, ott találtam valamivel feljebb, a hegyoldalban, és beszéltem vele. Megpróbáltam rábeszélni, hogy jöjjön Minas Tirithbe, és ne keletre menjen. Aztán elfogott a dű, s ő faképnél hagyott. Eltűnt. Ilyesmit még sohasem láttam, csak a mesékben hallottam. Tán fölhúzta a gyűrűt. Aztán már nem találtam. Gondoltam, visszatért ti hozzátok. Mindössze ennyi mondani valód van? Kérdezte Aragorn, s szigorú, csöppet sem nyájas tekintettel mérte végig Boromirt. Ennyi, mondta Boromir. Egyelőre nem mondok többet. Elég baj az, kiáltotta Samu, és felpattant. Én nem tudom, hogy ez az ember miben törje fejét. Miért kellett Frodo úrnak fölhúznia azt a bizsadát? Biztos, hogy nem akarta. Ha meg muszáj volt neki, ki tudja, mi volt ott. Az biztos, hogy nem hagyta az ujján, mondta Trufa. Ha sikerült lerázni a nem kívánt látogatót, akkor már nem. Mint ahogy Bilbo sem, soha. De hová mehetett? Hol van? Kiáltotta Pipin. Hiszen már 1000 éve elment. Mikor láttad Frodót, Boromir? Kérdezte Aragorn. Talán vagy fél órája, felelte Boromir. Vagy egy órája. Magam is kóboroltam egy darabig. Nem tudom. Nem tudom. Tenyerébe hajtotta a fejét, és szinte meggörnyedt a fájdalomtól. Egy órája, hogy eltűnt, kiáltotta Samu. Gyerünk, keressük meg, de rögtön! Megállj, kiáltotta Aragorn. Oszoljunk szét kettesével, és megállj, várjatok! Hiába. Ügyet sem vetettek rá. Samu rohant el elsőnek. A nyomában Trufa és Pipin, s már el is tűnt mindkettő a parti erdőben nyugati irányba. Frodo! Frodo! Kiabálták tiszta, éles hobbit hangjukon. Legolasz és Gimli is elszaladt. Mintha a társaságot egyszerre elfogta volna a vakrémület, vagy mindnyájuknak elment volna az esze. Szétszóródunk és végünk, nyögte Aragorn. Boromir! Én nem tudom, mi részed van ebben, de most segíts! Menj utána ennek a két fiatal hobbitnak! S ha már Frodót nem találod, legalább ő rájuk vigyáz! Ha megtalálod őket, vagy nyomukra akadsz, gyere vissza ide! Itt leszek én is, rövidesen! Aragorn sietve utána ered Samunak. A berkenyével körülvett kicsi réten érte utol. A hegyoldalban küszködött fölfelé, s lélegzetéből kifogyva kiabált. Frodo úr! Tarts velem, Samu, mondta. Egyikünk sem maradhat magára. Valami baj lesz ránk, érzem. Most fölmegyek a hegytetőre, Amon-Hen trónusához, hogy lássam, ami látható. És figyelj! A szívem azt súgja, hogy Frodo erre ment. Gyere utánam, és tarts nyitva a szemed! Előre sietett az ösvényen. Samu igyekezett, amennyire a lábától telt, de képtelen volt a kószával lépést tartani. Így hát hamarosan lemaradt. Mikor Aragorn elveszítette szem elől, megállt. Egyszer csak a homlokára csapott. Hallod, de te csavard is, Samu! Mondta ki fennhangon. Ha már a lábad kurta, legalább a fejedet használd! Lássuk csak! Boromir nem hazudik, az nem szokása. Csak épp, hogy nem mondott el mindent. Frodo úr valamitől szörnyen megrémülhetett. És azon nyomban fölcukkolta magát. Döntött végre. Hogy megy? Hogy merre? Keletre. Samu nélkül? Úgy ám, még őt sem viszi. Ez nem szép. Nagyon nem szép. Samu megdörzsölte a szemét, hogy a könnyeit szétmázolja. Fel a fejjel, csavardi, mondta. Gondolkozhatodsz. A folyó nem röpülhetett át. A vízesésről nem ugorhatott le. A cucca sincs vele. Muszáj volt visszamennie a csónakokhoz. Nyomás, Samu, mint a villám. Vissza a csónakokhoz. Samu megfordult, s visszavágtatott az ösvényen. Elesett, fölvérezte a térdét. Fölkelt, s rohant tovább. Odaért a part Galen rétjének szélére, ahol a csónakokat partra húzták. Sehol senki. Az erdőben a háta mögött, mintha kurjongattak volna, de ügyet se vetett rá. Megállt zihálva, s mintha földbe gyökerezett volna a lába, csak bámult. Az egyik csónak épp a víz felé siklott, teljesen magától. Samu ordított egy nagyot, s rohanvás neki eredt a rétnek. A csónak besiklott a vízbe. Jövök, Frodo uram, jövök!
Kiáltozott Samu, és belevetette magát a vízbe, hogy elkapja a távolodó csónakot. De egy karnyújtásnyival elhibázta. Nagyot kiáltott, és arccal hatalmas csattanással a mély, sebes folyású vízbe pottyant. Gurgulázva merült alá, s göndörfeje fölött összecsapott a folyó. Az üres csónakból kétségbe esett kiáltás hangzott. Vízbe merült egy evező, és a csónak megfordult. Frodo épp idejében kapta el a fulladozva fölbukkanó Samu haját. Samu nagy, kerek szeme tele volt rémülettel. Mász be, Samu fiam, mondta Frodo. Fogd meg a kezem! Jaj, nekem, Frodo úr, zihálta Samu. Belenyugodtam! Nem látom a kezed! Itt van, ne kapkodj, fiam! Úgy sem engedlek el! Taposd a vizet és ne rángass, mert felborul a csónak! Úgy van, most kapaszkodj meg jól az oldalában, én majd kievezek! Frodo egy-két evezőcsapással visszakormányozta a csónakot a partra, és Samu, mint egy ázott vízipatkány, kimászott a vízből. Frodo levette az ujjáról a gyűrűt, és a partra lépett. Még ilyen fene etten nyűgött, mint te, Samu, mondta. Jaj, Frodo uram, ez nagyon nem szép, mondta dideregve Samu. Ez nagyon nem szép, hogy megpróbáltál nélkülem meglógni. Most hol lennél, ha én ki nem találom a szándékodat? Úton és biztonságban. Biztonságban, mondta Samu. Egyedül és nélkülem, hogy segítsek neked? Ezt nem érted volna túl. Ez a sírba vitt volna. Majd még az visz a sírba, hogy velem jössz, Samu, mondta Frodo. Azt meg én nem élem túl. Ha nem hagysz itt, az nem olyan biztos, mondta Samu. De én Mordorba indulok. Tudom én azt, Frodo uram. Persze, hogy oda. És én veled. Ugyan, Samu, mondta Frodo. Ne tarts föl. A többiek bármelyik pillanatban itt lehetnek. És ha itt fognak, kénytelen leszek vitatkozni meg magyarázkodni. És vagy merszem, vagy módom nem lesz többé, hogy újból nekivágjak. Indulnom kell, most rögtön. Más mód nincs rá. Hát persze, mondta Samu, de nem egyedül. Vagy én is megyek, vagy egyikünk sem. Akkor azzal kezdem, hogy kiukasztom valamennyi csónakot. Frodo elnevette magát. Egyszerre megmelegedett, és felvidult a szíve. Egyet azért hagyd meg, mondta. Az kelleni fog nekünk. De nem jöhetsz így, a motyód, meg élelem, meg minden nélkül. Egy pillanat, és már hozom is a göncöm, kiáltotta lelkesen Samu. Mindent összekészítettem. Gondoltam én, hogy ma útra kelünk. Oda rohant a táborhelyre, kihalászta a batyuját a többi holmi közül, amit Frodo rakott ki, mikor a csónakot kiürítette. Fölkapott egy gazdátlan takarót, néhány élelmiszercsomagot, és már rohant is vissza. Szóval tönkretetted minden tervemet, mondta Frodo. Előled nem lehet megszökni, Samu. De akkor is örülök. Ki se tudom mondani, hogy mennyire. Indulás! Nyilván a sors rendelte így, hogy együtt menjünk. Mi elmegyünk, a többiek meg keressenek maguknak valami biztonságos utat. Vándor majd vigyáz rájuk. Nem hiszem, hogy viszont látjuk őket. Még nem lehetetlen, Frodo uram! Csöppet sem lehetetlen, mondta Samu. Így hát Frodo és Samu együtt vágott neki a küldetés utolsó szakaszának. Frodo kievezett a vízre, és a folyó magával ragadta őket a nyugati ágán, Tolbrandir komorsziklái mentén. A vízesés robaja mind közelebbről hangzott. Még így is, hogy Samu segített, nehéz feladat volt átjutni a vízsodrán a sziget végébe, és átevezni a távoli, keleti partra. Nagy sokára mégiscsak partra értek az Amon Lao déli lejtője alatt. Ott egy sekély öblöcskére leltek. Partra húzták a csónakot messze a víz fölé, s tőlük telhetőleg elrejtették egy jókora kődarab mögött. Aztán vállukra vették a motyót, és elindultak gyalog. Ösvényt kerestek, amely majd elvezeti őket az Emin Muil szürke hegyeibe, s onnét le a sötétség földjére. Ezzel véget ért a gyűrű háborújának első fejezete. A história második fejezete a két torony címet viseli, mert amiről az szól, abban Orthanc, Saruman fellegvára és a Mordor titkos bejáratát őrző vár, Minas Morgul játssza a főszerepet. A felbomlott szövetség tagjainak tetteiről, viszontagságairól számol be, ami csak le nem száll rájuk a sötét árny. A harmadik fejezet a király visszatér, a sötétség ellen vívott végső harcot, s a gyűrű hordozó küldetésének végét mondja el.